Sok vállalkozás került nehéz helyzetbe az elmúlt időszakban a koronavírus járvány következtében. A kiesett bevételek pótlásaként különféle hitelek segítségével tudják finanszírozni működésüket. A mikro és kis vállalkozások számára hirdette meg új konstrukcióját június elején a Szabó megyei Primo alapítvány. Igazából a hitel annyiban különbözik a meglévő hiteleinktől, hogy alacsonyabb a kamat, 2,9%-os, illetve szabad felhasználású, ami azt jelenti, hogy a, általában a hiteleinknél számlával igazolni kell, hogy mire használták fel a hitet, ebben az esetben nem kell. Tehát bármilyen működési költségre felhasználhatja a vállalkozó, amire neki szüksége van. Ez lehet eszköz, ingatlan beruházás, forgóeszköz, árukészlet, de akár egyéb működési költség is. A konstrukció tíz év futamidőre december 31-ig lehet igényelni. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a forrás hamarabb kimerül. A vállalkozások egy év türelmi időt kapnak, ez idő alatt csak a kamatot kell törleszteniük. Az új hitel felső határa 10 millió forint, más termékkel együtt ugyanakkor a pályázók kétszer ennyit is igényelhetnek. Csak arra kell figyelni, hogy a beruházási cél ne legyen ugyanaz. A kiút igénylése egyszerű, a részletekről az alapítvány weboldalán vagy személyesen lehet érdeklődni. A jóváhagyásról helyben dönt egy bizottság, a sikerejelt vállalkozások pedig a szerződés követően akár két héten belül hozzájuthatnak a kért összeghez. A mikrohitelt igénylők számára a Primum többféle tanácsadást is biztosít alap- és emelt szinten. Az Enterprise Europe Network hálózatnak tagjai vagyunk, és itt működik nálunk egy iroda, amely segít a külföldre piacra jutásban, illetve mondjuk most a járvány miatt nem nagyon volt, de üzletember találkozókat szoktak szervezni belföldön, külföldön, ahová a vállalkozókat várják, el is visszük őket, tehát a szállítás is megoldott, illetve minden egyéb kérdésben, hogyha olyan kérdés merül föl a vállalkozóban, ami a vállalkozás indításával, működtetésével kapcsolatos, abban is segíteni tudunk. A vállalkozásoknak külföldi partnert is tudnak keresni, akivel együttműködés köthetnek. A Primomnál egyébként jelenleg ötféle beruházási és forgóeszköz hitelkonstrukció közül választhatnak a mikro- és kis vállalkozások, amelyek nem csak az alapítványnak, de egy új állami terméknek köszönhetően is forráshoz juthatnak. Közel 140 milliárd forintból pénteken indul el az a program, melynek keretében 0%-os kamatmenet igényelhetnek hitet az MFB pontokon. A felvehető legmagasabb összeg beruházási hitelt szélesetén esetén 150 millió, forgóeszköz és likviditás finanszírozás esetén pedig 300 millió forint lehet. A pénzügyminiszter néhány nappal ezelőtti bejelentése szerint ez a jelenlegi legkedvezőbb és legolcsó finanszírozási lehetőség a válság alatti működéshez és a gazdaság újraindítását követő versenyre való felkészüléshez is. További részletek az MFB és a Széchenyi 2020.hu weboldalon.